mennyire álltok készen? Gondolok itt arra, hogy látod, hogy sikerült a felkészülés. Kis Dávid vezető edző egy 7-est adott rá a 10-es skálán. Igen, jó sikerült. Keményen edzettünk az első pár hétben, azóta egy picit könnyítettünk, de viszont látható volt meccsről meccsre a fejlődés, főleg azokban a dolgokról, amikor sokat beszéltünk, vagy amit a Dudóék kértek, ugye. Ez tényleg látszódott minden meccsen, hogy azt próbáltuk megvalósítani, úgyhogy pozitívak vagyunk. Dudu mennyiben kér mondjuk mást, vagy más típusú játékot tőletek, mint amit mondjuk a tavalyi szezonban Kevin Konstantin alatt játszottatok? Szerintem alapvetően minimum a Kevinnel is a hoki alapjait kérte el nagyon szigorúan, ami mind igaziból nem semmi extra, csak minden apróságában követelve. Talán egy picit nagyobb a felszabadultság a játékban, az lehet a nagy különbség, de összességében nagyjából ugyanaz a szisztéma, mert a jégkorong az jégkorong marad, ezt nem most találja fel senki, hanem inkább az, hogy fejekbe talán egy picit felszabadultabb mindenki. Ugye volt idén is jövés, menés, talán nem olyan nagy, mint néhány évvel ezelőtt. Te hogy látod az újjak, mennyire jelentenek minőségi erősítést, és mennyire passzolnak a csapatba személyiségüket tekintve és játéktudásuk alapján? Személyileg nagyon jó személyek érkeztek, mindenki beéleszkedett, nagyon jó srácok, ugye. Igen, a minőség, hát papíron szerintem jobb csapatunk van, mint tavaly volt. Gondolok erre főleg hátul, hogy ugye visszajött Atkinson, a Marcus Phillips is nagyon jól mozog, és szerintem itt minőségi cseréket vittünk végre. De nehéz nyilatkozni edzőmeccseken, ez mindig más, majd novemberben meglátjuk, hogy ki hogy megy. Jó, de mondjuk eddig te a felkészítési meccseken mennyire, vagy akár az edzéseken mennyire érezted jól magad elől a támadó sorban, és kikkel láthatunk szerinted majd együtt a jégen? Ez kicsit többet fog szerintem a Dudunál változni a sorok az év közben, mint megszokott. Most 3,5 év után először nem Kurival vagyok egy sorban szerintem itt a nyitó meccsen, úgyhogy kicsit új sorok vannak, de én jól érzem magam, a sok ügyes játékosunk van, ugye, az újak, gondolok itt meg Gólira, meg Livensre, akik ugye a ligában is bizonyítottak már. Úgyhogy azt mondtuk, hogy továbbra is jók lesznek a ligában. Mire lehet képes akkor ez a volán a mostani ligában? Ez sem lesz egy rövid szezon? Hát ezt sose tudni, ez sok minden nem múlik, de úgy látom, hogy a keretünk az ütőképes, ugyanúgy. Ugye a tavalyi szezon előtt két szezon zsinórban harmadikok voltunk az alapszakaszban, és nyilván az a cél most is, hogy minél jobban végezzünk. Most persze ki lehet mondani, hogy legyünk első alapszakaszban, de igazándiból a rájátszás a lényeg, szóval minden jobb helyen végezni, és egyértelműen a bajnoki cím a cél, mint minden évben, az utóbbi években úgy érzem, hogy az a hozzáállás van. Szóval ez változott sokat, mióta először jöttem ide első évbe, hogy besütöttünk a rájátszásba, és nem is éreztem a minőséget a keretbe. Azután években minden évben tényleg jó a keret, és csak a győzelem lett a cél, hát csak azért sportolunk. És ha mostani Hári Jánost összehasonlítjuk a tavalyival, vagy a tavaly előttivel így szezon előtt, akkor jobb állapotban van, fizikálisan, mentálisan, éhesebb. Milyennek érzed most magad, mondjuk tényleg akár a tavalyival, a tavaly előttivel összehasonlítva? Hát ugyanúgy érzem magam, nagyon ugye mindig jó felkészülök, jó fizikai állapot vagyok most is a teszteken. Sok munka van benne. Az, hogy a szezon mindig hogy alakul, ezt sose tudni, hát 2 éve. Ugye döntőbe jutottunk, ott jó volt az alapszakasz, a rájátszás, meg főképp jól sikerült csapatként, meg személy szerint is ugye legtöbb pontom volt a rájátszásban, úgyhogy a tavaly meg mindenkinek rosszul sikerült szezon volt egyénileg, csapatilag, úgyhogy ez csapatsport, hogyha a csapat jól megy, akkor általában az egyéneknek is, ez ritkán van fordítva. Mire számítasz ezen az olaszországi túrán? Kemény lesz, hát de nagyon jó idegenbe kezdeni szerintem. Kemény lesz, hát egyből úgy kezdünk, hogy péntek-szombat, úgyhogy a péntekén nagyon oda kell készülni, nagyon fognak, gondolom ők is várják a szezon kezdetet, mint mindenki más. A Bolzánó ugye kicsit hasonló felkészülésük volt, mint tavaly nekünk a CHL miatt, hogy mindig kikapsz, meg nem túl önbizalomgerjesztő meccseken kaptak ki.
De hát Borzárban mindig nagyon rég nyertünk szerintem, úgyhogy nehéz lesz, de hát a cél az egyértelmű, hogy 6 ponttal jöjjünk haza. És az Asiago, őket hogy látod? Nem tudom, nem követtem a nyáron, azt mondom, hogy nagy részben volt egy jó soruk, de az nagy részben maradtak. Gondolom még erősítettek így, hogy már nem újoncok így második évre, úgyhogy valószínűleg egy ütőképes csapat, és nehéz meccs lesz, minden meccs nehéz a ligában.